A cél két úton közelíthető meg és érhető el. Az egyik az iskola, a mesterválasztás. Én a nehezebbet, az önképzést választottam, az induláskor kényszerűségből, később aztán már szándékosan és tudatosan. Ez az út a buktatóit járva a lépéseket lelassítja és fárasztóvá teszi. De kitartással mégis nagyon egyenes lehet. Ha visszatekintek, a nehezén való túljutás örömével ugyan a hátam mögött, tudom, nekem így volt jó, így kellett történnie. Nem fatalista hit diktálja ezt. Mindig azt tettem, amit én akartam, magam határoztam meg az irányt, döntöttem mindenben, természetesen a művészet területén. Nem befolyásolhatta senki az elképzeléseimet. Sem a rábeszélés, sem a lebeszélés nem hatott rám. Ezek érdekében rengeteg munkára volt szükségem, mindig sokat festettem. Engem mindenképpen és elsősorban a szín érdekel. Bár nagyon fontosnak tartom a rajzot, meghatározva ezzel az ábrázolást. A színek nyelvén akarom kifejezni az én világomat, az egész világról azt, amiről így érdemes beszélni. Föntartom a természettel a kapcsolatot, abból indulok ki, ami az eredendő, az ősi. A színek magukban hordozott törvényeit akarom betartani. Mesterkélt szabályok rabságban tartják a gondolatot. Az emberábrázolás, a portréfestés örök téma. Nagy jelentősége még akkor is megmarad, ha elvontá válik. Mivel én minden elvonatkoztatás ellenére a realista alapokra építek, a színek anyanyelvét használva azt akarom, hogy minél többen megértsék. Nekem nagyon fontos, hogy az emberekért az emberek számára fessek, ne csak magamnak. Korszerű az a művészet, ami a ma emberének szól. Örökérvényű igazságok csak a mában születhetnek. Reálisan jövőbe látni nem lehet. A jövőbe transzponált gondolatnak utópia jellege van. Ég és föld közötti lebegés. Az elgépiesedő életet, a sivárra és unalmassá váló környezetet a művészetnek ellensúlyozni kellene. Nagyrészt ennek éppen az ellenkezője tapasztalható, a beilleszkedés és azonosulás jelszavának hamis illúziójával ámítanak. A szerigráfia uniformisával panelt szállítanak a panelfalak közé, pedig mindenkiben ott lappang a vágy az egyéni, egyedi környezet után.
Nem hiszek az egyszerű hangoztatásának jogosságában. A lélek bonyolult, a túlzottan egyszerű lélektelen. Bámuljuk a tenger alatti élet végtelen sokoldalú szín és forma csodáit. A nap közvetlen ragyogásában, lég- és fénytenger szférájában lemondanánk erről? Kicsit erőltetetten is, de be akarnám sorolni magamat, keresném a helyemet a nagy folyamatban, akkor az expresszionizmust vállalom. Azt az expresszionizmust, amely a születése óta egészen mostanáig elkötelezett művészetet jelent. Elkötelezettséget az emberért úgy is lehetne fogalmazni, az emberiségért és a természetért. Mennyire fontos a természet és az ember kapcsolata? Mennyire egymásra utalt a növény, az állat, az ember. Nem létezhet egymás nélkül egyik sem. A művészetnek ki kell állnia a bioszféra megmentésének az ügye mellett. Fel kell emelnie hangját a biológiai egyensúly megmentéséért. Legalább ilyennek tartsuk meg a Földet, a magunk és a jövő számára. Festéskor a modell lelki világát akarom felszínre hozni, de úgy, hogy a képben az én egyéniségem is benne legyen. Tehát olyan tükörnek kell lennie, amelyben a modell is és én is látszunk. Ez a legigazabb akkor lehet, ha magáénak vallja mind a kettő. Az is, aki velem szemben ül abban az órában, és az is, aki ezt létrehozza. A szín mindenható ereje irányítja ezt a folyamatot is, és kell, hogy irányítsa. Színek nélkül nincs festészet. A színek ellentéte, harmóniája, dinamikája meghatározza létem és a külvilág összefüggéseit. Nagy erővel fönnáll ez még akkor is, ha szubjektívnek látszik, ezt így fogom föl. Színek segítségével megfogom a pillanatot, ami akkor uralkodik, és rögzítem az örökké valóságnak.
A két dimenzióban a fény, a szín ereje, dinamikája határozza meg a lényeget. Ezt a világot ezzel lehet, ezzel kell felépíteni. Szín varázslatos hatalmának hatása alatt élve is, néha föltör bennem a háromdimenziós kifejezés vágya is elképzeléseimben. Ilyenkor a plasztikus formák megidézése felé fordulok. Anyagául fémet és fát használok. A fémekkel való munkában plakettekkel foglalkozom. De így jött létre a Nagy István szobor portré is. A fában pedig az ember legősibb, legmelegebb, birkózásra biztató, végtelen sokra használható anyagát tisztelem. Már ezeknek a pillanatoknak a varázsa mindig élni fog. Ez már az örökké valóságé lesz. Most ilyennek látom, és így is él majd.